Húzta most tőlet a kártába. Biztos egy hajléktalan is erre fog hűteni. Az nem hajléktalan. Nem, de itt az megy. Hát ott szerintem... megy fönt a táblánál. Na, az nem az. A templommal szembe bementünk egy házba. Bálint volt itt, azt hiszem. És ott volt egy ilyen vacak, ahol aludtak éjjel. Mondjuk. Pakundekli. Meg ilyen... Tényleg levetett rongyok, kabátok. Megy be az erdőbe. Valahol ott van valami vacka. Egy elhagyatott házat. Biztos azt bérel. Egyáltalán nincs forgalom. De van, inkább nagyon. Semmi. Hát jó van ennyi. Egy autó ment el. Nézd, mama, ott a gém. Milyen nagy. Mint egy ejtő, ilyen bukórepülő. Mint egy vitorlázó. Tőte körbe? Jézus. Színfelvétel. Érdemesebb a tavat fényképezni. Hú, de szép, most nézzetek oda. Nagyon. Nagyon. Szélén már milyen sötét van, nem sütanul. Te ez a faszállítanban nem lehet olyan öreg, ha így bírja. Hol megy? Már elment. Arra egyenesen? Föl. Bement ugye az erdőbe? Hát azt nem tudom. Ja. Elment, eltűnt. Nem teszed sose a sapkádat? Nem, hát ronda olyan van. Majd befessük. Csúsztál. Meg kellett volna csak. Húzom az időt tavasznak. Na, a lábunk, hát az gyönyörű. Olyan hosszú ez a meleg itt. Na, látom, milyen jó, hogy nem vették két madrágot. Leállj, jó, ez most leáll. Lehet, lehét. Ki kell a lábat? Na, én fölhívok most valakit. Kit?